akkor működik jól egy település, és akkor működik jól egy kisváros, hogyha a településen élők, ahogy ezredes úrral szoktuk beszélni, szubjektív közbiztonság érzete az jó. Ha úgy érzi gyakorlatilag, hogy biztonságban van, ha van problémája, akkor azt azonnal orvosolni tudja az a szervezet, akinek éppenségén ezt meg kell tegye. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is az volt a jellemző, hogy Bátaszéken nyugodt hangulat és nyugodt körülmények voltak. Két év kihagyás után újra megvendégelte az önkormányzat a rendőrség napján a Bátaszéken szolgáló egyenruhásokat. A sok éves hagyományt a koronavírus járvány miatt kellett megszakítani 2020-ban. Nagy öröm, hogy végre lehetőségünk van a rendőrség napját már személyesen megünnepelni, és köszönetet mondani a Bátaszékváros területén dolgozó rendőrkollégáknak, legyen az rendőrös, vagy éppenséggel az autópálya alosztálynak a munkatársai, hiszen két évig erre nem volt lehetőségünk, 2019-ben találkoztunk utoljára. Ez az alkalom arra is tökéletesen jó, hogy fehér asztal mellett tudjunk kicsit beszélgetni természetesen munkáról, hiszen azért fontos, hogy a város közbiztonsága az mindig olyan hangulatban teljen, hogy szabad így fogalmazni, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan hangulat legyen a város közbiztonsága körül, amit a bátaszéki polgárok elfogadnak. Hiszen akkor jó, hogyha nem tudjuk, hogy a rendőreink dolgoznak, mert akkor nincsenek események a város területén, és hála Jóistennek azt kell mondani, hogy mind talán a szubjektív közbiztonságérzetünk azt sugallja, hogy jó Bátaszéken a közbiztonság helyzete, de a statisztikák is ezt mutatják, hiszen nincsenek olyan kirívó bűncselekmények, azok, amik megvannak, azoknak a száma csökkenő tendenciát mutat. Így azt mondhatjuk, hogy Bátaszék közbiztonsági szempontból egy csendes, nyugodt településnek tekinthető. Ez egy összefogás és egy közös munkának az eredménye, hiszen egyrészt a rendőrség munkatársai, másrészt a Bátaszéken működő polgárőrség azért a nap 24 órájában a településen van, és ez is azt gondolom, hogy egy visszatartó erő e tekintetben, és vezetői szinten is próbálunk napi kapcsolatban lenni, akár megyei kapitánnyal, akár a kapitányság vezető úrral, de az őrparancsnok úrral mindenképpen, hogy képben legyünk, hogy mi is történik a városunk területén, és ha megoldást kell találni, akkor azt minél gyorsabban megtaláljuk. Marcsak Sándor, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője is részt vett az eseményen. Ő elmondta, szép gesztusnak tartja a várostól azt, hogy igyekszik minden évben megrendezni ezt az összejövetelt. Fehér asztal mellett átbeszéljük az elmúlt időszakot, és itt tényleg nem egy ilyen ünnepségről, hanem kötetlen beszélgetésről is, egy jó együtt töltött időszakról. Egész évben a szakmai feladatokat látjuk el, de ezekre a kötetlen formájú beszélgetésekre mindenképpen szükség van. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat és a rendőrség a helyi ügyeknek a kezelésében nagyon fontos feladatot lát el, és nagyon fontos az is, hogy az önkormányzat és a rendőrség kiváló kapcsolatban működjön együtt. Én úgy látom, hogy Bátaszéki önkormányzat és a szekszárdi rendőrkapitányság, a szekszárdi rendőrkapitányság őrse, az őrsállománya kiválóan együttműködik. Hogyha az elmúlt időszakot kell értékelni, akkor mindenképpen kiemelést érdemel, hogy a rendőrség rendkívüli körülmények között végezte a munkáját, hiszen a koronavírussal kapcsolatos védelmi intézkedéseknek az ellátása, illetőleg az illegális migráció, az ahhoz kapcsolódó embercsempészet jelentős többletfeladatot jelentett a rendőrségnek. Mindamellett, és polgármester úr is a köszöntőjében erre kitért, a lakosság ezekből semmit nem érzett, tehát közbiztonsági deficit nem keletkezett ezáltal, hogy a rendőreink más irányú feladatokat is elláttak. Zádori László rendőrőrnagy egy éve vezeti a Bátaszéki őrsöt. Maga itt az őrs illetékességi területén található önkormányzatok, tehát maga polgármesterekkel szerintem példaértékű a kapcsolat, és elmondhatom, hogy még nem volt olyan kérésem vagy kérdésem, amiben azonnal nem segítettek volna, vagy azonnal nem reagáltak volna. Tehát én nagyon pozitívan, ha lehet mondani, csalódtam ebbe a beosztásba.
Ez ugye egy picit elszigetelt, úgymond ez a mátaszéki rendőrös, de viszont úgy lehet mondani, hogy a lakossága viszonylag ilyen családias a kapcsolat, tehát folyamatosan közvetlenül keresik a munkatársaimat, illetőleg engem is, ha bármilyen probléma felmerül. Tehát csak pozitívan tudok beszélni mind a maga mátaszék lakosságáról, mind a környező településekről is. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év alatt egy-két kisebb problémán kívül nem volt olyan jellegű esemény, amelyik egy közfelháborodást, vagy bármi olyan, ami a lakosságnak úgymond a szubjektív biztonság érzetét negatív irányba befolyásolta volna. Tehát megpróbálunk a lehető legtöbbet az utcán tartózkodni, és ez szerintem meg is hozta a gyümölcsét itt az elmúlt egy évben. Egy teljesen felkészült csapatot kaptam meg, ha ezt így lehet mondani. Nyilván vezető-vezető között is van különbség. Bizonyos dolgokban eszközöltünk némi változást, de azt mondom, hogy egy teljesen jól működő csapat alakult így ki. Igazából én teljes mértékben meg vagyok elégedve, és jól is érzem itt magam. A zökkenőmentes együttműködés érdekében a lakosoknak is be kell látnia, hogy az egyenruhások értük dolgoznak.